Kemény beszéd. Amikor keresztény gyülekezetbe keresztény vezetők, vagy lelkipásztorok, vagy papok, vagy bárki csodák is, akik élen vannak, úgy szerepelnek ott, mint királyok, mint olyan vezetők, akik Istennek a dolgait megmondják neked, és mint közbenjárók, és mint uralkodók feletted, megutálta a gyülekezet az Istent. Mert neked nincs szükséged, bocsáss meg, különösen az új szövetségben. Már az új szövetség is úgy indult, hogy ne legyen ilyen. De az új szövetség meg, amit az Alice most olvasott, hogy mit kétett bennünket? Az Isten. Királyokká és papokká, a mi Istenünk templomában. Mi királyfiak lettünk a királyunk miatt. Én nem vagyok előtted, nem lehetek előtted, nem egy szolgálatom lehet, de te nem vagyok nagyobb nálad, nem értek jobban az Istenhez. A Péter is azt mondja, hogy társaim. Igen. Azt mondja, hogy a Péter, igen, azt mondja a levelében, társaim. Társaimnak mondja. De valahogy a Pál is, ahogy beszél, azt mondja, hogy nyíljon meg a kapu, adassék szó, stb. Mert tudja jól, hogy Isten nélkül nem. Amikor megjelenik az Isten szelleme, akkor bocsánatot kérek, de édes mindegy, hogy itt ki beszél. Édes mindegy, hogy most te ott profétálsz a helyeden, vagy én profétálok, vagy így van, vagy úgy van. A lényeg az, hogy az Isten beszél a szívünkhöz. A keresztény közösséget ez kellene, hogy jellemezzen, nem az, hogy király van fölöttünk. És a legtöbb királyságnak tudjátok, mi a vége? Hogy a király kiírtja maga mellől azokat az embereket, akik riválisak. Kiírtja maga mellől azokat az embereket, akik még esetleg vannak olyan pozícióban, mint ő. Vagy nem is pozícióban, olyan, hogy is van, nem tudom elmondani, de... Igen. És nézzétek meg, mivé válik a végén már egy diktatúrává. Egy diktatúrává válik, és azt mondja az Úr, hogy hát nem akartam én ilyet. Hogy jön egy lelkipásztor, és leuralja a népet. És megmondja, hogy az Isten mit akar, és kárhoztat téged a szívedbe, és összetöri a lelkedet, és a hitedet. Azért, mert ő neki van egy elképzelés a gyülekezetről, az ébredésről, az adakozásról, és egy csomó mindenről. Ami legtöbbször emberi indulaton alapul, és nem az Istennek a szellemé, bár Isten igéjét hozzák, mert az Isten igéjéből borzasztó minden sok tanítást lehet kihozni. Nézzétek meg, akik elesnek, és akik bánkodnak, melyik ige jut mindjárt eszükbe. Hogy aki visszament, az már többé nem méltó, hogy még egyszer Isten szolgálja. Mert van egy ilyen ige a Bibliában. Igen. Vagy a Szent Szellem elleni bűn, hány ember gyötört, hogy jaj, elkövettük, vagy nem követtük el. Vagy visszatért a disznó az okádásához, mondhatnánk egy pár olyan igét, vagy most mi van akkor a... Nem a disznó, a kutya, jó van, na. Disznó, kutya, azt akartam mondani, mint a zsidó ember eszi a disznós, és azt mondja, hogy a másik, hogy lehet, hát ez nem kóser, azt mondja, de ez kóser. Azt mondja, de disznós, azt mondja, de úgy nevezték a disznót, hogy kóser. Na, tehát egyszerűen, amikor bejött ez a királyi gondolat a keresztények közé is, és nagyjá lettek a vezetők, ugye vegyük csak a legrégebbi egyházat, a katolikus egyházat, és nem akarom most őket bántani, csak ők járnak előttünk egy kicsit ebbe a trendbe, ott már a pápa megjelenik úgy, mint egy legnagyobb főúri méltóság, aki oda jutott el a középkorba, hogy királyokat nevezett ki, és többek között ezt a magyarságot is neki köszönhetjük, hogy azóta is utáljuk egymást. Mert pogányság, meg a kereszténység, nem. Tehát két hatalmi gépezet, és most van egy visszarendeződés a pogányság fele, most nem akarom elmondani, mert volt egy nagy sérelem. Volt egy nagy sérelem. Mert nem tért meg ez az ország. Nem tért meg az ország, hanem a pápának a hatalma alatt megkunyáskodott, és beláttuk, hogy itt Európában csak úgy maradhatunk meg, hogyha ő szentsége, méltóságát leborulva, kész, csók, stb. Maga Szent Ferenc akart kilépni ebből az egészből, és
Nézzétek meg maga a katolikus egyházon belül is, amikor jönnek a megreformálás ennek, és a reformáció is erről szól, hogy lépjünk ki ebből a borzasztó hatalomból. Hát egyszerűen ez döbbenetes, gyerekek, hogy édesapám mondta még a nagyanyámnak, aki már meghalt, hogy ugye, nagymama az első pápa, a Péter. Megjelent ilyen kettős süveggel, egy ilyen nagy bottal, és oda nyújtotta a kezét, hogy csókolják meg az emberek. Ugye ilyen volt a halász, ugye? Hát nem ilyen volt. Hát tudjuk, hogy nem ilyen volt. Hogy jött ez be? Hogy jött be közénk ez a szellemiség? Úgy, hogy az ördög, képzeld el, az ördög jár a gyülekezetbe. Az ördög akar prédikálni a gyülekezetbe, az ördög akar munkálkodni a gyülekezetbe, az ördög akar a szívedbe sötétséget hozni. Én legalább most már tudom, hogy amikor sötétség vagy hitetlenség akar jönni, azt mondom, álljunk meg, nem engedem be. És hogyha elbukok is, felkelek és felállok, mert az Úr miatt én igaz vagyok. Egy-két olyan dologban már nem engedek, én már nem engedek, nem engedhetek, mert meghalok. Mert tönkre megyek, mert egyszerűen nem tudom újra bevenni ezt a borzalmat, hogy vannak a jók, és a kevésbé jók, és a rosszak. Nem, Krisztusban nem így van a dolog, sőt, a kevésbé jók, és a rosszak.